Képviselő úr, gratulálunk az újabb államtitkári kinevezéséhez. Milyen feladatokkal vág neki ennek az időszaknak? Köszönöm szépen. Az első államtitkári munkanapomat tegnap a hivatalban töltöttem reggeltől késő estig, de már éjszaka lejöttem a választókerületbe, mert ma már első sajtónyilvános rendezvényként Komlón jelenthettük be a komlói amatőr színházi találkozónak az október 20-23-a közötti megrendezését, amely 8. alkalommal érkezik Komlóra, és amelyet Magyarország kormánya 10 millió forint támogatással segíti megrendezni. Azt hiszem, hogy az a küldetés, amit a kultúráért felelős minisztérium, hiszen most már nevében is megjelenik egy új minisztérium, kulturális és innovációs minisztérium, melyet Csák János miniszter úr vezet, küldetésében mutatja azt, hogy a polgári kormányzás nem csak a fővárosban, hanem a vidéki Magyarországban is gondolkodik, hiszen innovációra, megújulásra, kreativitásra van szükség ahhoz, hogy az a sok-sok érték, ami rendelkezésre áll, és ami nem csak a fővárosi intézményekben van jelen, hanem a vidéki kulturális kapacitásokban, ezeket meg kell erősítenünk. Ezért az a küldetés, hogy egy vidéki, pécsi, komlói országosi képviselő lett a kulturális államtitkár újra. Ez azt hiszem, hogy szimbolikus és üzenetértékű. Üzeni azt, hogy a magas kultúra és a tömegkultúra egyensúlyára van szükség a következő években, és ezekhez meg kell teremtenünk a feltételeket. Meg kell teremtenünk a közösségek, az amatőr közösségek, mint a itteni színházi találkozó, az alkotó közösségek és a helyi művészeti együttesek, művészeti produkcióknak a támogatását. Meg kell teremtenünk ezzel együtt a nagy színvonalat, magas színvonalat, nemzetközi világszínvonalat létrehozó kulturális intézményeknek a hatékony működtetését. És ebben egy kiegyensúlyozottságot, párhuzamosságot kell felépíteni. Ez pedig vidéken fejlesztésekre van szükség. A fővárosban minden rendelkezésre áll. A Pécs megyei városban már minden infrastruktúra rendelkezésre áll. De Komlón itt még igenis szükség van arra, hogy építsünk. Az elmúlt években Polics József polgármester úrral arra szerződtünk és arra szövetkeztünk, hogy a kormány segítségével és együttműködésével, támogatásával, egyedi kormánydöntésekkel a komlói városi infrastruktúrát megerősítjük és felújítjuk, és új kapacitásokat építünk, hozunk létre. Tudom, hogy a komlóiak, akik sokszor szólítanak meg az utcán, és a kampányban is sokszor elmondták, hogy értékelik és méltányolják, hogy felújítottuk a komlói iskolákat, az óvodákat, értékelik, hogy felújítottuk a templomteret, értékelik, hogy az új buszpályaudvar milyen csodálatos lett, és a megye legszebb buszpályaudvarát építettük fel, és értékelik, hogy végre a vásár és vásárcsarnok és a piac környéke is elegáns 21. századi minőségű lett. Ebben az infrastruktúra fejlesztési sorban a Kisbattyáni út régvárt megújítása után most a Bétai elkerülő útnak a felújítását több mint 1 milliárd forint értékben egyedi kormánydöntéssel az építkezést elkezdtük, ezzel a nehéz forgalmat át tudjuk helyezni a belvárosból kintre. Ez is fontos lépés, amit vállaltunk. És ami a legfontosabb szerintem, most kulturális államtitkárként egy kicsikét hadd mondjam sorrendben, hogy számomra lelkileg a legfontosabb, hogy az alkotó, civil, komlói közösségeknek, akik kultúrát hoznak létre, akár néptáncot, akár más művészeti ágokat, akár súgójukként ugye az amatőr színházi tevékenységet végzik, nekik legyen egy saját alkotóházuk, legyen egy új kulturális központja Komlónak. Ez a kaptár, ami mögöttem épül, és amely szintén egyedi kormánydöntésből most már milliárdos fejlesztésként nő ki innen a földből. Én azt mondom, hogy ha ezt a tempót, ezeket a vállalásokat tartani tudjuk a következő 4 évben is, mint amelyeket a komlóiak felé vállaltunk az elmúlt 4 esztendőben, és a Polics polgármester úrral és a kormánnyal együttműködve ez a háromszög együttműködése a következő időszakban is megmarad, akkor ezt a dinamikus fejlődést fogják a komlóiak tapasztalni, amit az elmúlt években közösen komlóiakkal összekarolkozva elvégeztünk. Bizakodó vagyok, és a kulturális államtitkári feladataimat nem úgy kívánom végezni, hogy egy héten keresztül, minden héten, minden nap
csak Budapesten, csak a fővárosban tartózkodom, meg ragaszkodom ahhoz, hogy a választókerületem választóival is találkozzam, és ezért választókerületi munkanapokon, az itteni rendezvényeken, eseményeken tudok találkozni az itt élőkkel. Várom a komlóiakat.